Szeretettel köszöntök mindenkit. A következő pár percben egy szürkép környezetben, a lakótelep világában fogom elkalauzolni önöket. Diplomamunkám kutatásában a napjaink szűkülő nyilvánosságával és a szabadidő hasznos eltöltésével foglalkoztam. Manapság egyre kevesebb tér adódik a helyi kezdeményezéseknek és a személyes kapcsolatok létrejöttének. Olyan alulról szerveződő kezdeményezéseket kutattam, amelyek lehetőséget nyújtanak a közös kikapcsolódásra és tanulásra. Ezeknek az általam keresett kezdeményezéseknek manapság a könyvtárak adnak otthont, amelyek nyitott közintézményekként működnek. Tervezésem helyszíne egy vidéki lakótelep, amely 40 éve közösségi terekre vár. A meglévő könyvtár épületállománya már a idejét múltá vált, ezért annak újra tervezése volt a feladatom. Az épület telepítésekor a telep parkrendszerével szervesen kapcsolódó épület létrehozása volt a célom. A könyvtár egyszerre kapcsolódik a nagyobb parkrendszerekhez, és zár le egy kisebb kertet. Az épület aljában a közösségi funkciókat, felül a halkap programokat helyeztem el. A funkciók egy egybefüggő térrendszerbe helyezkednek el, amelyek felfelé haladva elcsendesednek. Napjaink könyvtárának középpontjában a könyvtáros áll, akinek segítségével a felhasználók könnyebben hozzájuthatnak az általuk keresett tudáshoz. Az épület közepén elhelyezett könyvespolc jelképezi a könyvtárost, amely köré szerveződik az épület programja. Ezen a robbantott ábrán láthatjuk az épület programját, hogyan rétegződik egymásra az épület programja. Az épület a pince szintjében a kiszolgáló helységeket, földszintjén a közösségi funkciókat helyeztem el, amelyek jobb idő esetén kitelepülhetnek a környező kertbe. Tovább haladva a helyi szervezetek művészeti és technológiai foglalkoztatók kaptak helyet, ahol lehetőségünk adódik a közös kikapcsolódásra és alkotásra. Tovább haladva csoportos foglalkoztatóba és gyermekrészlegbe érünk, ahol a különböző korcsoportoknak adódik lehetőség a közös munkára és tanulásra. Az épület felső szintjein hagyományos könyvtári funkciók kaptak helyet egy flexibilis térrendszerben. Az olvasó tribünjében a lombkorona szint felett adódik lehetőségünk az elmélyült tanulásra. Összességében egy olyan nyitott szellemi műhely létrehozása volt a célom, szellemi műhely és közösségi tér létrehozása volt a célom. A téka fejlesztheti a helyi lehetőséget ad a helyi közösség fejlődésére, amely egy élhető lakótelepet eredményez. Egy személyes gondolat, hogy én ebben a lakótelepen kezdtem el a tanulmányaimat, szóval itt kezdtem el kapni, és úgy gondolom, hogy ezzel a munkával tudok ennek a közösségnek visszaadni valamit. Köszönöm a figyelmet és a segítséget!